Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, önök az Infotelevíziót látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Sümegen tartott lakossági fórumot az időközi választásokkal kapcsolatban a Fidesz-KDNP. Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke és képviselőjelölt mellett felszólalt Vég László, a település polgármestere, és Ág Péter, országgyűlési képviselő. Hogyha végig gondolják, teljesen logikusan, hogy mi Sümeg, illetve térség érdeke, csak azt gondolhatják és kívánhatják, hogy kormánypárti országgyűlési képviselője legyen ennek a körzetnek, és kifejezetten itt nekünk Sümeg városában, illetve sümegi járásban. Sümegen is megemlékeztek az 1848-as forradalomra. Az esemény 167. évfordulóján itt emlékezett meg a Veszprém megyei önkormányzat és Hende Csaba honvédelmi miniszter is. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fényjel ragyognak. A következő felvételen Kávéháztól forradalomig 1848-ban című beszélgetést láthatják, mely Fekete Tamás történész levéltárossal készült. Ennek a 48-as forradalomnak számos külföldi, illetve belföldi előzménye volt ebben az időszakban. Egyrészt a külső okok, a külföldi tényezők, amik motiválták a magyar szabadságharcot, illetve az azt megelőző forradalmat, azok egyrészt a felvilágosodásnak az eszmény még a 18. századból, és maga ez a felvilágosodás volt az, ami a nagy francia forradalomnak a kitöréséhez vezetett 1789-ben. Kérem, tekintsék meg aktuális híreinket! Műholddal a legtöbb HD sportcsatornát a Diginél érheti el. Műholdas Digi csomag Digi sporttal, gazdag digitális és HD csatorna kínálattal, 0 forint havidíjtól 2 év fűségidővel. Részletekért hívja a 1272-t vagy kattintson. Digi, egyszerű a választás. És mindezt itt láthatták a Digi sporton. Kisfaludi téren került sor az ünnepélyes zászló felvonásra és a március 15-i megemlékezésre. Közreműködött Sümegváros fúvózenekara, valamint a Radecki Huszár Egyesület és a Várkapitány Lovagi Torna Egyesület. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Kezdte Juhász Gyula soraival ünnepi köszöntőjét Hende Csaba, honvédelmi miniszter. Emlékezünk és számot vetünk március 15-én, hangsúlyozta. Magyarország azokban a hónapokban végleg megváltozott. Az ezer esztendős haza megújult, mert a lelkekben is megtörtént a változás. Új nemzet született, amelynek minden tagja azonos jogokkal rendelkezett, és azonos kötelességekkel tartozott a többiek felé. Új nemzet született, amely átélte azt, hogy ebben a hazában mindenki összetartozik, hogy minden magyar összetartozik minden magyarra. Ha számot vetünk, hol tart vagy hol nem tart ma az ország 1848. március 15-éhez képest, elmondhatjuk, hogy a nemzet akaratából újra van a választóknak és a választókért felelős országgyűlés és kormány, mondta. Átvágtuk a nemzet életét megkötözve tartó bilincset, meglazítottuk az adósságok bonyolult hálóját, véghez vittük a rezsicsökkentést. A Nemzeti Bank újra a nemzet életét szolgálja, a sajtó szabad, van törvény előtti egyenlőség és közteherviselés. Emelte ki a szónok. Talpra magyar, híj a haza, itt az idő, most vagy soha. Az ünnepség zárásaként csatlakozva az országos kezdeményezéshez, Dávid Roland vezetésével együtt énekelte az ünneplő közönség a nemzeti dalt, majd koszorúzás következett. De
A Kisfaludi Sándor Művelődési Központban Vég László Simegváros polgármestere köszöntötte az ünneplőket, majd Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke mondott beszédet. Kiemelte, az ünnepek arra valók, hogy a közösséget erősítsék. Magyarország felemelte a fejét 48-ban, és ez arra ad reményt nekünk, hogy értékeinkre alapozva bizakodhatunk. Ezért is hiszek abban, hogy 2015-ben van okunk és alapunk a bizakodásra. 1848 nagy nemzedéke olyan programot alkotott, amelynek teljesítése elengedő munkát adott a következő évszázadokra. Nekünk, a most élő nemzedéknek is. Magyarországnak újra esélye van arra, hogy emelkedő nemzet legyen. Ehhez az alapvető kérdésekben nemzeti konzenzusra van szükség. Meg kell mutatnunk a keményen dolgozó magyar embereknek a további felemelkedés lehetőségét. 48 egyik tanulsága, mint mondta, ha figyelünk egymásra és közös célokért dolgozunk, így eredményeket érhetünk el. Március 15-e minden olyan magyar ember ünnepe, aki képes arra, hogy sorsát a maga kezébe vegye. Az ünnepi műsorban a Szegedi Róza Női Kar, valamint 1848 te csillag címmel a Kisfaludi Gimnázium tanulóinak előadására került sor. Tapolcán tartott lakossági fórumot Fenyvesi Zoltán a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje. Az eseményen először dr. Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója szólalt fel, aki többek között a polgári értékek fontosságára hívta föl a figyelmet. A politikus kitért arra is, hogy nem ők változtak meg, hanem az őket körülvevő médiaklíma. Látni kell, hogy ez egy új kihívás a magyar politikusok életében, a milyenkében, és meg kell tanulnunk hozzáigazodni. Ma már egyébként teljesen mindegy, hogy mit mond az ember. Teljesen mindegy, hogy mit mond az ember, úgyse azt fog megjelenni a médiában. Nekem mai tapasztalatom éppen az Index nevű portállal, hogy lehet egy nyilatkozatból a teljesen ellenkezőjét kihozni, de most nem az a lényeg, hogy a sajtó hogy áll hozzánk, hanem az, hogy mi mit szeretnénk, és ezt nekünk el kell tudnunk mondani mindenféle megváltozott média környezetben. Majd Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje vette át a szót, aki a programját hangsúlyozta a megjelentek előtt. Azt gondolom, hogy a tétje az, hogy ez a választókerület fejlődni fog-e az elkövetkezendő időszakban, vagy megreked. Miért mondom mindezt? Az elkövetkezendő Európai Uniós ciklusban, amely 2020-ig tart, és ugye már történt erre utalás, egy utolsó lehetőség az ország számára, hiszen ekkor érkeznek nagy tömegben pályázati pénzek az országba. 12 ezer milliárd forint fejlesztési összeg. Nem mindegy, hogy ebből a 12 ezer milliárd forintos fejlesztés összegből mennyit tudunk idehozni erre a térségre. Nem mindegy, hogy olyan képviselő lesz-e, aki együtt tud működni a kormánnyal, aki könnyen ide fogja tudni hozni ezeket a fejlesztési pénzeket, vagy ez lelassul. Azt talán el lehet mondani, hogy az elkövetkezendő időszak lesz meghatározó az ország számára, hiszen ez a fejlesztési pénzösszeg utoljára fog rendelkezésre állni, 20 után pedig majd azok az államok, azok az országok fogják tudni ezt igénybe venni, akik még fejlődés előtt állnak. Tehát azt gondolom, hogy ez az igazi tétje, az egyik nagy tétje ennek a választásnak, hogy talpon tudunk-e maradni, mert azért óriási verseny lesz. Óriási verseny lesz az országban, a 106 egyéni körzetben, ezért a pénzért. Mindenki is tartolni fog, nem csak Tapolca, Ajka, Sümeg és a Balaton felvidék, hanem az egész ország. És azt gondolom, hogy ezért fontos nekünk, hogy a fejlődés ne maradjon meg, és az, amit Jenő elkezdett, az, amit Jenő megálmodott, ezt tudjuk folytatni. Az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület tájékoztatása alapján megjelent az irányítóhatóság 6/2015-ös számú közleménye a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről. A Darányi Ignác terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program harmadik tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés újranyitása várható.
A benyújtási időszak kezdete 2015. április közepe. A megnyitásra kerülő két célterület keretében támogatás vehető igénybe új és már meglévő falu és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a második célterület keretében pedig egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez új gépjármű beszerzésének segítségével. A közlemény megtalálható az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program honlapján. 2015 a Fény Nemzetközi Éve címmel programsorozatot hirdetett a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola. Az előadásokra korlátozott számban regisztrálhatnak előzetesen a sümegiek az iskolatitkárságán. A belépés ingyenes. Február folyamán a diákok az előkészületekben vettek részt, főleg az előadások és a kultúrműsorok kapcsán. Március 20-án 11 órakor dr. Bacsárdi László, Nyugat-Magyarország egyetemi docens, a MANT főtitkárának előadása következik, Földközelben a világűr, avagy hogyan változtatja meg mindennapi életünket az űrkutatás címmel a művelődési házban. Április 1-én 11 órától dr. Botelőd fizikus, csillagász, a Magyar Asztronautikai Társaság alelnökének, a Magyar Űrkutatási Iroda volt igazgatójának előadását hallhatják meg az érdeklődők a művelődési házban, az Élet a Nemzetközi Űrállomáson, avagy Magyarok a világűrben címmel. Szintén április 1-én 14.30-tól a gimnázium díszterme ad otthont az író-olvasó találkozónak Botelőd közreműködésével. Március 21-én 18 órakor a Palota pincében tartják a szezonnyitó borestet. Bemutatkozik a Petrényi borászat Egerből. A programára 4.900 forint per fő. Asztalfoglalás és további információk a képernyőn olvasható elérhetőségeken. A Püspöki Palota és a Sümegés térséget EDM által közösen kiírt képeslappályázatra beérkezett legjobb munkákból rendezett kiállítás megnyitója március 28-án 16 órakor kerül megrendezésre a Püspöki Palotában. Köszöntőt mond Egli Márk, a Sümegés térséget EDM elnöke. A kiállítást megnyitja és a díjakat átadja Mátyus Károly, a MAFOSZ Közép-Dunántúli regionális alelnöke, a Bakony Fotoklub elnöke. Március 23-án 18 órakor a Hotel Kapitány hangversenytermében rendezik meg az Evald Részfúvós Együttes műsorát, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Március és áprilisi programjaira is nagy szeretettel várja az érdeklődőket a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont. A Szabadidőközpont és az Ajkai Magyar Finnbaráti Egyesület szervezésében az Ablak Finnországra című kiállítás megtekinthető március 20-áig, munkanapokon 9-től 16.30-ig. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont gyermek és ifjúsági csoportja horgász vízi túra szakköre vízi kormányosi tanfolyamot szervez kajak és kenu szakákban. Helyszín a József Attila-úti épület. Időpont március 19-15 óra. Érdeklődni lehet Ózolai Sándornál, a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Március 20-án 16 órától a 2014-es évjáratú Csékuti borok bírálata a Padrakúti Művelődési Házban. Kézműves foglalkozásra várják a felnőtteket. Március 21-én 15 órakor tojás alakú doboz készítés, szükséges eszközök olló, tízezeset íróeszköz. Március 28-án 15 órakor húsvéti dekoráció vesszőből, szükséges eszközök, olló, metszőolló, részvételi díj 1000 forint per alkalom. Március 21-én szombaton 16 órától a jubilánte női kar hangversenyére és az öltögetők kézi munkaklub kiállításának megnyitójára kerül sor a Padrakúti Művörödési Házban. Ebben a hónapban is várják a természetjárókat programjaikra. Március 21-én gyalogos túra a Padragi sziklához. Találkozó 8.40-kor a buszpályaudvaron, túravezető Ózorai Sándor. Március 22-én evezés gyakorlással egybekötött környezetvédelmi nap a Csónakázótavon. Találkozó 9 órakor a tó vendéglő mellett. Mindkét programja jelentkezés és további információk a képernyőn olvasható telefonszámon. Március 23-án 15 órakor a Nyugdíjas Szabad Egyetem előadása a Művelődési Központ színház termében. Hogyan éljünk egészségesen címmel dr. Bognár Andrea előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Tisztelettel és szeretettel várnak minden kedves vendéget az Alkotni Öröm című kórházi dolgozók képzőművészeti alkotásaiból nyíló kiállításra a Művelődési Központ aulájába március 24-én 17 órára. A kiállítást megnyitja Bajci Marianna, Zabó Kitti. Közreműködik a Forrás Női Kar. A kiállítás megtekinthető március 24-től április 7-ig, munkanapokon 9-től 16.30-ig.
A Duma Színház humoristái várják a nevetni vágyokat a Művelődési Központ Színház termében bérletes előadásaikra. Március 26-án, csütörtökön 19 órakor a Rost az évtized égési előadást tekinthető meg. Szereplők Kis Ádám, Kovács András Péter, Kormos Anett, Dombóvári István, Beng Dénes és Gangsta Zoltán. Tisztelettel meghívnak minden kedves érdeklődőt Rába Judit grafikus művész, Réma című grafika és fotókiállításának megnyitójára március 27-én 17 órára a Művelődési Központ kiállító termébe. A kiállítást megnyitja Csala Zsuzsa üvegtervezőiparművész. A kiállítás április 10-éig tekinthető meg munkanapokon 9-től 16.30-ig. Az Összefogás Nyirádért Egyesület pályázatot hirdet a Királyné kedvenc virága címmel. Pályázni saját készítésű alkotásokkal lehet, melyeket az Ibolya motivum díszít az alábbi kategóriákban. Hímzés, kötés, horgolás, varrás, dekopás, gyöngy és egyéb alkotások. A pályázati munkákat április 30-áig kérik eljuttatni az Összefogás Nyirádért Egyesület székhelyére. További információk a képernyőn láthatóak. A Voke Bacsány János Művelődési és Oktatási Központ tojásdíszítő versenyt hirdet magánszemélyeknek, általános iskolás és óvodás csoportoknak több kategóriában. Leadási határidő március 20-a, péntek 16 óra a helyszínen. A verseny eredmény hirdetése és a kiállítás megnyitója március 29-én, vasárnap 16 órakor lesz. További információk a Művelődési Ház elérhetőségein, valamint a képernyőn. Március 20-án 19 órai kezdéssel a Tamási Áron Művelődési Központ amatőr színjátszókörének előadásában az Ida regénye című darabot tekintetik meg az érdeklődők a Művelődési Központ színház termében. Gárdonyi Géza regényét átdolgozta és az előadást rendezte N. Horváth Erzsébet. Jegyek elővételben a helyszínen kaphatóak. Neve nincs sehol címmel, a feszültségoldásra, kommunikációs térbeli alkotásra helyezik a hangsúlyt a Tamási Áron Művelődési Központban megrendezésre kerülő foglalkozásokon. Ingyenes bemutatkozó alkalom március 18-án, illetve március 25-én 16.30-kor. Jelentkezés a képernyőn olvasható telefonszámon. Március 26-án csütörtökön 19 órakor a Tamási Áron Művelődési Központ ad otthont Kis Péter zongora, valamint G. Horváth László hegedű kamaraestjének. Jegyek előadás napján a helyszínen válthatóak. Március 28-án, szombaton 15 órától rendezik meg a Katonadal Fesztivált a Tamási Áron Művelődési Központ. Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke és képviselőjelölt mellett felszólalt Vég László, a település polgármestere, és Ág Péter, országgyűlési képviselő. Hogyha végig gondolják, teljesen logikusan, hogy mi Sümeg, illetve térség érdeke, csak azt gondolhatják és kívánhatják, hogy kormánypárti országgyűlési képviselője legyen ennek a körzetnek, és kifejezetten itt nekünk Sümeg városában, illetve sümegi járásban. A jelenlévők mindannyian nagyon jól tudják, hogy tavaly október óta itt Sümegen egy fideszes városvezetés van. És azt is nagyon jól tudják, hiszen az önkormányzati választásokat megelőző kampányban bőven beszéltünk erről, és megismerhették városfejlesztési terveinket, hogy milyen nagyra törő elképzeléseink vannak Sümeg jövőjével kapcsolatban. Sümegen eddig nagyon nagy gond volt, illetve hát még most is az, tehát az elmúlt 25 év legnagyobb gondja az, hogy nem volt elég munkahely, hogy nincs elég munkahely, gyakorlatilag a gazdaság fejletlensége. Itt sajnos kialakult egy olyan állapot 1990-ben, illetve a rendszerváltás utáni néhány évben, hogy a munkanélküliség akkor bizony 20% körül járt, ez ugyan most lecsökkent 10%-ra, egészen pontosan 9,6%-ra, de azóta is, most ezzel a 10%-kal is mi vagyunk sajnos a lista vezetők Veszprém megyében. Ezen mindenképpen változtatni kell, és ebben az idén kezdődő új 7 éves Európai Uniós ciklusban lehetőség is van arra, hogy terveinket valóra váltsuk, hiszen az a 12 ezer milliárd forint, amely most érkezni fog az országba, ennek a 60%-át a kormány elhatározása szerint gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre kell fordítani. Hogyha végig gondolják, teljesen logikusan,
hogy mi Sümeg, illetve térség érdeke, csak azt gondolhatják és kívánhatják, hogy kormánypárti országgyűlési képviselője legyen ennek a körzetnek, és kifejezetten itt nekünk Sümeg városában, illetve sümegi járásban. Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Felvetődhet önökben a kérdés, hogy mit csinál ennél a pulpitusnál egy fiatal ember, akit önök még nyilván nem is láttak. Azért jöttem ide, mert meg szeretném erősíteni azokat a gondolatokat, amelyeket polgármester úr mondott. Én már gyakorlatban csinálom azt, amelyet azt gondolom, hogy az önök képviselője április 12-e után valóban tudni tenni, hiszen jó magam Vas megye északi részén vagyok választókerületi elnök, országgyűlési képviselő. Ez azt jelenti, hogy 70 falu és 7 város tartozik hozzám. És higgyék el azt nekem, hogy egy országgyűlési képviselő a maga kapcsolati rendszerével valóban tud is tenni ezért. Én azt gondolom, hogy végignézve az itt induló képviselő jelölteknek a listáját, azt gondolom, hogy nem kell különösebb érveket mondani azért, hogy miért a mellettem egy kiváló képviselőtársam, illetve majd jövendőbeli képviselőtársam tudja majd jól ellátni ezt a feladatot. Azért is gondolom ezt, mert az én választókörzetemben neki is vannak családi gyökerei, így Fenyvesi Zoltánnal nagyon sok alkalommal egy Csepreg nevezetű városbocsijában szoktunk összefutni. Bízom abban, hogy a jövőben ezt már mint képviselőtársak tudjuk megtenni. És a tőlünk jobbra állók pedig, hát azt gondolom a Fenyvesi úr egyik ellenfelének a kijelentései kapcsán, titkolt tetoválása kapcsán is láthatjuk azt, hogy vállalhatatlan nézeteket val. Ilyen emberekkel egyszerűen nem lehet leülni, ezeket nem lehet komolyan venni. Tehát ezért mondtam azt az elején is, hogy most egy komoly emberre van szükség, aki már bizonyította maga módján. Pedagógusként is, intézményvezetőként is, és emberként is. Nézzenek rá, én ezer éve ismerem. Ő az az ember, akitől bármit megmernék venni, akivel bármikor el lehet menni, és le lehet ülni, és tudjuk azt, hogy nem ver át. Ilyen emberre van szükség a parlamentben, aki valóban ennek alapján képviselni tudja majd az önök érdekeit. Nos, 50 éves vagyok, pedagógus, Ajkán születtem, Ajkán nőttem fel, Ajkán élek most is, és nem vagyok várpalotai, mert mindig azt mondják, hogy mit gondolnak, hogy egy várpalotai embert indítanak ebben a térségben, mi köze neki. Hát pusztán annyi köze van, hogy 3 éve Várpalotán dolgozom, és reggel elmegyek, és munka után hazamegyek. Tehát ennyi a kötődésem Várpalotához, mint ahogy nagyon sok magyar embernek, aki nem a saját településén él, vagy nem a saját településén dolgozik. Így vagyok ezzel én is. Óriási feladata lesz annak, aki képviselője lesz ennek a térségnek. Óriási feladata lesz, és nehéz feladata lesz, mert olyan embert kellene pótolni, aki nagyon sokat tett a vidékért, és nagyon sokat tett Sümegért is. Hiszen Sümeg fejlődése is nagy mértékben köszönhető Jenőnek. Jenő nagyon sok fejlesztési pénzt hozott ebbe a térségbe. Szívvel, lélekkel dolgozott. Tapolcáért, Sümegért, és egy évig volt Jenő országgyűlési képviselője Ajkának is, és tudom, hogy Ajkának is az elmúlt időszakban nagyon sokat segített, főleg a munkahelyteremtés tekintetében. Én erre a munkára vállalkozom, és remélem, méltó utódot tudok lenni majd Jenőnek. Ezen fogok dolgozni, és ez lesz az egyik nagy célom. Sümegen is megemlékeztek az 1848-as forradalomra. Az esemény 167. évfordulóján itt emlékezett meg a Veszprém megyei önkormányzat és Hende Csaba honvédelmi miniszter is. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fényjel ragyognak. A következő felvételen Kávéháztól forradalomig 1848-ban című beszélgetést láthatják, mely Fekete Tamás történész levéltárossal készült. Ennek a 48-as forradalomnak számos külföldi, illetve belföldi előzménye volt ebben az időszakban. Egyrészt a külső okok, a külföldi tényezők, amik motiválták a magyar szabadságharcot, illetve az azt megelőző forradalmat, azok egyrészt a felvilágosodásnak az eszmény még a 18. századból, és maga ez a felvilágosodás volt az, ami
a nagy francia forradalomnak a kitöréséhez vezetett 1789-ben. Ahogy az ország minden pontján vasárnap sümegen is megemlékeztek az 1848-as forradalomra. Az eseményen a város lakóin kívül megjelentek a helyi önkormányzat és az intézmények dolgozói, a Veszprém megyei önkormányzat képviselői és Hende Csaba honvédelmi miniszter. A résztvevők a város több pontján is megemlékeztek a március 15-i eseményekről. Így a kegyelet koszorúját elhelyezték a Hősök emlékműnél, a Kossuth és Bem táblánál, a városi temetőben pedig Kisfaludi Móric, Bógyai Imre, Szűcs Pál és Takács János sírjánál hajtottak fejet az emlékezők. Petőfi Sándor, világosság. Sötét a bánya, de égnek benne nincsen. Sötét az éj, de égnek benne csillag. Sötét az ember kebele, s nincs benne nincs, nincs benne csillag. Csak egy kis hamvadó sugárs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezes, ha fény vagy, vezes, csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn, nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnök örömeinknek, vagy sírjunk a síró világnak? Hány volt, ki más javáért a vér kiontás saját szívéből, s nem? És hány volt, ki saját javáért a vér kiontán más szívéből, s nem lett mindenes? De mindegy. Aki áldozatnak odaadja magát, azt nem díjért teszi, csak hogy használjon társát. És használ-e vagy sem, a kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozzá magát, eljöve a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek csak, az általános boldogság kora. És tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz ezt minden ember másban leli, vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, ez mind egy-egy sugára csak egy új napnak, mely a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást, folyvást e cél felé, még elég utóbb elérve. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik s elvirult, mint a hullám, amely dagad, aztán lesírul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét levallag. És ez így tart minden. Föl és alá. Föl és alá. Az elhunyt hősökért Nagy József kanonok mondott imát. Ég a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható örök Isten alázattal borulunk Szent Fölségedé, az 1848-as szabadságharc és forradalom elesett hőseiért imádkozunk és kérjük irgalmadat. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását. Irgalmazd nekik és adj megnyugvást és örök békességet. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk, ismert el őket, teremtményeidet magadénak. Ne emlékezzél vétkeikre, amelyeket a meggondolatlanság zavarában vagy a rossz kívánságok kevületében követtek el. Örvendeztesd meg mindnyájukat szent színed látásával. Isteni megváltónk Jézus Krisztus, a te mondásod ez, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja a testvéreért.
akikért most imádkozunk, nem kimérték magukat, életüket áldozták értünk, a mi épségünkért és testi lelki javainkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesít őket kereszthalálok végtelen védelmében. Nekünk pedig add, hogy a drága vérrel megszerzett és megvédett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, s érte dolgozni, meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelesség teljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk. Adj csüggedetlen szíved, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényed és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Krisztus a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az esemény a Kisfoldi téren folytatódott, ahol ünnepélyes zászló felvonásra került a sor, a Városi Fúvózenekar, a Radecki Huszár Egyesület és a Várkapitány Lovagi Torna Egyesület közreműködésével. Forradalom és szabadságharc 167. évfordulóján Hende Csaba honvédelmi miniszter mondott beszédet. A politikus többek közt elmondta, hogy Magyarország azokban a hónapokban végleg megváltozott, az ezer esztendős haza megújult, mert a lelkekben is megtörtént a változás. Milyen tisztelt polgármester úr, alelnök úr, tisztelt sümegi polgárok, hölgyeim és uraim! Juhász Gyula egyik gyönyörű versében így ír. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Nos, ez a derűs, enyhe fényű ragyogás, ez az ünnep gyűjtött meg össze bennünket emlékezni, és fejet hajtani jöttünk ma ide. 167 évvel ezelőtt valami hatalmas dolog, addig soha nem látott dolog történt. Valami olyasmi, ami azóta is évről évre összegyűjti a magyarokat szerte a nagyvilágban, és ebben a hazában is. Jó és rossz sors idején, akkor is, amikor jól mennek a dolgok, amikor szabadon dönthetünk a sorsunkról, és még inkább akkor, amikor az önkény meg az elnyomás az Úr ebben a hazában, akkor nyer igazán erős értelmet március 15-e. Annak idején 1848 márciusában, azon a bizonyos napon 15-én, a reformkor hosszú készülődése után eljött az idő, hogy a dolgok valóban megváltozzanak. A jobbágyságot mindörökre eltöröljék,
az adókat ezentúl mindenki fizesse, a törvény előtt mindenki egyenlő legyen, és mindenki szabadon mondhassa el és írhassa le, amit gondol. Eljött az ideje, hogy létrejöjjön egy a polgárait szolgáló állam a maga nemzeti intézményeivel. Legyen évente országgyűlés, legyen nemzeti bank, és legyen a haza védelmére alkalmas nemzeti őrsereg, ahogy később nevezték, honvédség. Mert hát a magyar honvédség a 48-49-es szabadságharc küzdelmeiben született meg. Hölgyeim és uraim, Magyarország azokban a hónapokban végleg megváltozott. Az ezeresztendős haza megújult, mert a lelkekben is megtörtént a változás. Új nemzet született, amelynek minden tagja azonos jogokkal rendelkezett, és azonos kötelességekkel tartozott a többiek felé. Új nemzet született, amely átélte azt, hogy ebben a hazában mindenki összetartozik, hogy minden magyar összetartozik minden magyarra. Gondoljon bármit a világról, vezesse bármilyen hit az életét, legyen bármilyen vagyoni helyzetben, és jöjjön az ország bármely sarkába. A honvédelmi miniszter beszéde után Isten után legszebb a nép című zenés összeállítás adta elő Dávid Roland énekes és Lang Rudolf színművész. Mi lesz a tét, a költő így felel rá, a köztünk élne még. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Van-e más, amiben hiszel, ha már nem marad semmi sem. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Visz az út valami felé, amin nem volt még talán sosem. Ha már nem marad semmi sem. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Hisz az út valami felé, amin nem volt még sosem. Nincs új világ, a régi él tovább. De tudod, hinni kell, hogy van remény, bár nincsen csodád. Ezután a résztvevők a Pantheon falnál katonai tiszteletadás kíséretében koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál. A Kisvoldi Sándor Művöldési Központban folytatódott, ahol Vég László Sümegváros polgármestere mondott beszédet. Nem volt munkaszüneti nap. A kokárdákat viselőket elvitte a rendőr. Az ünneplés formális volt. 15-ét összevonták két igazi kommunista emléknappal. Az úgynevezett tanácsköztársaság évfordulójával, amelynek keretében a dicsőséges 133 napra emlékezhettünk. Magyarul az első véres kommunista diktatúrára.
valamint a fénylő április 4-jel a hála ünnepével, az úgynevezett felszabadulás napjával. Erről minden magyar család tudta, hogy valójában egy erőszakos, atrocitásokkal teli megszállás évfordulója. Ezek lettek volna a tisztitkárok által megálmodott forradalmi ifjúsági napok. De ha az ember megkérdezte a szüleit, elmondták neki, hogy ezek között csak egyetlen igazi ünnep van, március 15-e. A nehéz időkben is működött az emberek emlékezete. Meg tudták különböztetni az igazságot a hamisságtól. Azt hiszem, most is erre van szükség. Majd Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke lépett a pulpitushoz. A fideszes politikus beszédében kiemelte, hogy 1848 nemzedéke olyan programot állított össze, mely elegendő feladatot adott a következő évszázadokra. 1848 bátor kiállás volt minden magyarért. Ma is ugyanilyen elszánt kiállással kell képviselni a keményen dolgozó embereket. Legyen szó banki elszámoltatásról, béremelésről, adókedvezményekről, óvodaépítésről, otthonteremtési programból, elszántságot követelt közös érdekeink képviselete. De nem csak a bátor kiállásról szólt 1848, hanem a közösen megfogalmazott célok melletti kiállásról is. A nemzeti dalban benne volt a legrászorultabbak hangja épp úgy, mint a döntéshozók szabadság vágya. Számomra 1848 egyik tanulsága, hogyha figyelünk egymásra, közös célért dolgozunk, akkor óriási eredményeket érhetünk el. Kedves sümegiek! Tudom, hogy nagy munkában vannak. Megpróbálják a városokat új fejlődési pályára állítani. Tisztában vagyok azzal, milyen gondokkal küzdenek, és milyen célokat tűztek ki maguk elé. Úgy gondolom, itt Sümegen különösen nagy jelentősége van a munkahelyteremtésnek. A város gazdasági centrumát kell tenni. Helyzetbe kell hozni a sümegi vállalkozókat, hogy minél több embernek tudjanak adni munkát. A várost, a várat egymás erősítésével kell fejleszteni. El kell indítani a barokk történelmi belváros megújítását. Ki kell alakítani az idegenforgalom tengelyét. Egy szóval ki kell végre használni Sümeg nagyszerű adottságait. Most indulnak az új Európai Uniós fejlesztések. A városnak pedig komplex gazdaságfejlesztése van szüksége a keményen dolgozó embereknek új munkahelyekre, esélyre és lehetőségre. Sümeget be kell hozni a lemaradásból. Azt szeretném végezetül a tudomásukra hozni, hogy ebben a munkában számíthatnak a megyére, és számíthatnak személyesen rám is. A beszédek után a Szegedi Róza Női Kar Népek Tavasza című összeállítását adta elő Paukovics László vezényletével. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, a még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak. Majd a Kisvaldi Sándor Gimnázium ünnepi műsora következett, melyet az intézmény pedagógusai Walter Katalin és Szili Zoltán állítottak össze. A sümegi polgárok nagy lelkesedéssel fogadták a márciusi forradalmak hírét, majd népgyűlést tartottak, ahol felszabadultan és örömmel ünnepelték a politikai vívást. Kimutatták lelkesedésüket és támogatásukról biztosították a forradalmárokat. Amikor jelasicsék megtámadták Magyarországot, nemzetőr zászlóját alakítottak, melynek élén Kisfaludi Móric állt, aki a híres költő unoköccse volt.
Ramazetten Vincét és Gerzsó János szintén vezetőknek választották. Kisfaludi esküvéjének napján hagyta el a sereggel Sümeget, és az 56. honvéd zászlóval részt vett a szabadságharc több csatájában. A bukás, a fegyverletétel híre Aradon érte Kisfaludit, nem sokára hazatért, nem mert azonban Sümegen maradni, így Zalagyömörön húzta meg magát. Nem sokkal később letartóztatták, majd Aradra vitték. 1849. november 18-án közölte feleségével, hogy halálra ítélték, amit kegyelemből 16 évi fegyházra változtattak. El kell viselnünk a sorsot, de tudom, hogy te büszke vagy arra, hogy férjed az utolsókig a haza érdekében harcolt, írta feleségének.
következő felvételen Kávéháztól forradalomig 1848-ban című beszélgetést láthatják, mely Fekete Tamás történész levéltárossal készült. Ennek a 48-as forradalomnak számos külföldi, illetve belföldi előzménye volt ebben az időszakban. Egyrészt a külső okok, a külföldi tényezők, amik motiválták a magyar szabadságharcot, illetve az azt megelőző forradalmat, azok egyrészt a felvilágosodásnak az eszmény még a 18. századból, és maga ez a felvilágosodás volt az, ami a nagy francia forradalomnak a kitöréséhez vezetett 1789-ben. Köszöntöm a kedves nézőket! Az 1848. március 15-e körül kialakult helyzetről beszélgetek. Fekete Tamás történésszel üdvözlöm. Üdvözlöm. Hát rögtön ugye az első kérdésem, hogy induljunk talán a kezdetektől, hogy mik voltak a külföldi és belföldi kiváltó okok, amik elvezettek ehhez a kezdethez? Magának a 48-as forradalomnak számos külföldi, illetve belföldi előzménye volt ebben az időszakban. Egyrészt a külső okok, a külföldi tényezők, amik motiválták a magyar szabadságharcot, illetve az azt megelőző forradalmat, azok egyrészt a felvilágosodásnak az eszmény még a 18. századból, és maga ez a felvilágosodás volt az, ami a nagy francia forradalomnak a kitöréséhez vezetett 1789-ben. De azt talán nem kell részleteznem, hogy ez viszonylag negatívan írta bele magát a történelembe a terrorral, jakobinus diktatúra, és ugye még 16. Lajosnak a 16. Lajost is lefejezték a giotinnal. De ez a forradalmi hullám igazából tovább gyűrűzött az évtizedek során, és 1848. februárjában robbantak ki sorra forradalmak Európában. Érdekes, hogy nem Franciaországból indult ki, de mégis a párizsi forradalom volt az, ami a legmeghatározóbb volt a magyar forradalom kirobbantásában is. Elsőként Palermóban, Szicíliában robbant ki, majd Nápolyban, és sorra jöttek Párizs, illetve Bécs, még a magyar forradalom előtt, illetve a német területekre is átterjedt, illetve még Rómában is menekülnie kellett a pápának a forradalom elől. Ez valahol ugye a szegényebb réteg és az uralkodó osztály réteg közötti ellentét, vagy ez amúgy is már valahol érett? Részben igen, de hát egy mélyben gyökerező probléma volt, tehát a felvilágosodásnak az eszméi azok merőben újak voltak a hagyományos rendi berendezkedéssel, tehát a történeti berendezkedést és hierarchiát megbontani kívánták végül is ezek az új liberális, általában ezek baloldali eszmék voltak, nem voltak még annyira kiforva, mint ahogy napjainkban mondjuk megbélyegezni tudjuk ezeket az eszméket. Azért kérdeztem, mert ugye, hogy például a magyarországi események, ahogy elindultak, hogy lehet-e úgy tekinteni, hogy ez valóban forradalomnak indult? Lehet így tekinteni, mivel maguk azok, akik elindították ezt a folyamatot, ők szintén ezeknek a felvilágosodásból és a francia forradalomban gyökerező eszméknek a hívei voltak. Nevezetesen akik a pesti 48. március 15-i forradalmat úgymond kirobbantották, ők a márciusi ifjak voltak. Mai szóval ezeket az ideológiákat, amiket ők vallottak, a kommunizmusnak egy előképei is voltak, liberális gondolatokat, nacionalizmus, anarchista gondolatok is voltak, tehát számos ilyen matalán ijesztőnek tűnő ideológiát vallottak, és a forradalmiság az benne volt a légkörben, és igazából a bécsi forradalomnak a március 13-i kirobbanásának a híre volt az, ami motiválta Petőfit, aki szintén ennek a márciusi ifjaknak nevezett csoportosulásnak a tagja volt, illetve magát a csoportot is a cselekvésre. Ugye sokak képzeletében az él, hogy ott volt egy kávéházi beszélgetés, és ugye úgy gyakorlatilag az indulatok, vagy hát az érzések elszabadultak, és ebből lett egy forradalom. Ez valóban így igaz, vagy így történt? Részben igaz. Valóban a Pilvax kávéház az a korabeli radikális ifjúságnak a találkozó helye volt. És
valójában hát nem a kávéházi beszélgetésből robbant ki a forradalom, hanem igazából akkorra ért oda, 15-én reggelre, vagy 14-én délutáni órákban érhetett el a bécsi forradalomnak a híre Budapestre, illetve hát akkor még csak Pestre, és ez motiválta ezeket a fiatalokat, és a reggeli órákban ültek össze először Jókai lakásán Petőfiék, ahol a korábban megfogalmazott 12 pontot, illetve a nemzeti dalt, amit előtte írt meg Petőfi, ezeket gyűjtötték úgymond össze, és lementek a Pilvax kávéházba, ahol összesen 6 március ifjú, velük együtt 6 március ifjú gyűlt össze, és elsőként itt adta elő a kávéházban Petőfi a nemzeti dalt, illetve Jókai felolvasta az Irinyi József által írt 12 pontot. Egyébként ezek ugye, hát tegyük idézőjelbe, hogy ezek a kávéházi gondolatok, ezek hogyan fogalmazódtak meg, illetve a tövegekhez eljutva ezek mennyiben változtak, ha változtak? Igazából ezek ugye hosszan kialakult, tehát nem ott helyben kialakult pontok voltak, például a 12 pont az az ellenzéknek igazából egy programja volt, illetve hát ennek az összegyűjtése. Tehát csak részben a kávéházban alakultak ki ezek. Igazából, mivel készen volt már 15-én reggelre mind a 12 pont, mind Petőfinek a nemzeti dala, így nem volt arra szükség, hogy további alakításon átmenjen, tehát ezt tűzte zászlajára a forradalom, és innét a... Igazából akkor néhány szóban elmondanám, hogy maga ez a 12 pont, ez mi is volt, mert úgy, mint 12 pont benne van a köztudatban, de hogy konkrétan mik is voltak ezek, az már kevésbé. Az első pont, amit követeltek, az a sajtó szabadsága és a cenzúra eltörlése volt. Ez valóban a korszakban egy nagyon akut probléma volt, és egyébként a forradalomnak az első tevékenység is az volt, hogy ezt a követelést beteljesítsék. Egyébként korszakunkra azért visszásan ítélhető meg, hogy valóban a sajtószabadság az mennyire lehet korlátlan, és hogy akár a közelmúlt párizsi terror cselekménye is ugye ezt mutatják. Ezen kívül felelős minisztériumot akartak Budapestre teljesen érthető szándékból. Az országgyűlést, ami eddig Pozsonyban ülésezett, azt Pestre akarták visszavonni, tehát Pestet akarták fővárosnak, ami egyébként a forradalom során, illetve után meg is valósult. Ezen kívül törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben ezt követelték. Ez részben a szintén történelmi rendszereknek, illetve társadalmi rendszernek és hierarchiának a felbomlását idézte elő, illetve mint minden forradalomban volt egy enyhe vallásellenesség, illetve egyházellenesség is, ez is benne foglaltatik. Ezen kívül nemzeti hadsereget követeltek, ez burkoltan a császári és királyi hadsereggel szembeni csak magyar hadsereg igénye volt. Ezen kívül a közteherviseléssel a jogegyenlőséget követelték, ami igazából a kiváltságos rétegek, így leginkább Magyarországon a nemességnek a jogainak a csorbítását jelentette. Ezen kívül az úrbéri viszonyok felszámolása, ami a jobbágy felszabadítást akarta. Aztán esküdszéket akartak képviseletet egyenlőség alapján, ez a királyi bíróságokkal ment szemben. A Nemzeti Bankot is beemelték a követelésekbe Széchenyi programjából. Aztán egy érdekes pont, a katonaságot szerették volna, hogy felesküdjön az alkotmányra, illetve hogy a magyar katonákat ne vigyék ki külföldre, és a külföldieket vigyék haza. Akár a későbbi történelmből is ismerős jelmondatok. Azonban szintén azért visszásnak hat a koremberének, amikor ugye például Magyarországnak jelen korban egy NATO-tagság esetén ezek szintén nem teljesülnek. Ezen kívül politikai foglyok szabadon engedését, illetve az Erdéllyel való uniót is zászlajukra tűzték, ami szintén olyan probléma volt, ami
követeléseikbe kellett. Volt. Egyébként a kávéházi eseményekkel egy időben vagy utána, tehát a tömeg az miként állt össze? Tehát hogy ment ki a tömeg? Hogy lett sokaság az utcán? Tehát hogy verődtek össze? Érdekes, mert magáról a 48-as március 15-i forradalomról, illetve magáról az egész időszakról és az eseményekről ilyen ideális képünk van, azonban azért a valóságban ezek néha valóban vagy sokkal egyszerűbbek voltak, és néha talán komikus jelenetek is lezajlottak. Például ez az első alkalom, amikor a Pilvax kávéházban felolvasták a 12 pontot, illetve a nemzeti dalt Petőfi először elszavalta, akkor hatan voltak ott maguk a társaságban, ami egyébként egy közel 30 fős csoport volt, és ebből hatan tudtak eljönni, illetve hát akik akkor reggel esetleg ott reggeliztek a kávéházban. Ezt követően pedig az egyetemi ifjúságot próbálták megszólítani, a jogi egyetemre, az orvosi egyetemre, majd a műszaki és bölcsész karokra mentek, és itt még két alkalommal szavalta Petőfi a nemzeti dalt. Március 15-én egyébként összesen négyszer szavalta el. Ami érdekes, hogy a legendákkal ellentétben a Nemzeti Múzeum lépcsőjén soha nem szavalta el. Tehát ez egy későbbi mítosz, ami kialakult itt a forradalom körül. És miközben egyetemről egyetemre mentek, hát a fiatalok is nagy számban csatlakoztak hozzájuk, illetve az utca embere is, és így hát talán nem egész 10 000, de több ezer fős tömeg jött össze. A köztudatban egyébként sokszor ez több 10 000 főt jelent, a valóságban ennél kevesebben lehettek. Egyébként arra a korra levetítve ez a 10 000 fős tömeg, ez hatalmasnak számít, vagy teljesen átlagos, mint mondjuk? Hát jelentősnek igazából, ugye a forradalmak azért soha nem átlagos események a történelemben, tehát ezt azért nehéz lenne így megmondani. Mindenképpen azért jelentős volt, hogy ekkora tömeg csatlakozott ehhez a lassan növekvő eseményhez. Tehát azt lehet-e tudni, hogy ez mondjuk így tüntetésnek indult-e, vagy pedig ez úgy, tehát hogy mikor fordult át ez egy ilyen forradalmi hangulatú megmozdulássá? Forradalom azzal vált igazából, hogy maguk a követelések, amiket megfogalmaztak, azokat elkezdték be is teljesíteni. Tehát a 12 pontból a sajtószabadság volt a talán ott jelképesen először legkönnyebben elérhető cél, és a cenzúra eltörlése, és ennek keretében a Landerer és Hekenast nyomdához vonultak, ahol lefoglalták a nyomdagépeket, és kinyomtatták több ezer példányban vagy pár ezer példányban a 12 pontot, illetve a nemzeti dalt is, és ezt a tömegben osztották szét. És egyébként itt, amíg várakoztak, amíg a nyomtatás befejeződött, addig szavalta el negyedszerre is Petőfi a nemzeti dalt. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy szinten tartotta a hangulatot. És így van. Amit hozzá kell fűzni mindenképpen itt az eseményekhez, hogy ez ilyen délelőtt 10-11 óra táján lehetett, és március 15-én 1848-ban esős nap volt, tehát az emberek azok részben nem is esernyővel érkeztek, csak gyűltek a tömegbe. Így érdekes módon kicsit komikus jelenetként hathat talán a ma emberének, hogy délben mindenki hazament esernyőért, illetve ebédelni, és megbeszélték, hogy délután újra összejön ez a 10 000-es tömeg, és újra találkoznak. Egyébként ez így következmény volt, hogy ezek az események így megtörténtek, vagy történhetett volna ez másként is? Tehát mind múlott, vagy kin múlott? Mindenképpen történhettek volna másként. Igazából nagyon sok tényező múlott. Tehát az, hogy egy olyan nemzetközi forradalmi hullám söpört végig Európán, aminek voltak Magyarországon is támogatói, és ők éltek is a korszak adta lehetőségekkel. Így igazából részben elkerülhetetlen volt maga a következmény. Az, ami nagy szerencse, hogy Magyarországon vér nélkül zajlott le ez a forradalom, és ez részben talán a magyarságnak a nyugodt lelki beállítottságának is köszönhető, mivel azért volt alkalom arra, hogy akár fegyvere is eldördüljön
15-én, és forradalmak, ahogy a párizsi forradalomból tudhatjuk, azért akár a terrort is vonhatják maguk után, illetve vérfürdő. Rendesen elszabadultak az indulatok. Így egyébként ezek a március 15-i eszmék, illetve gondolatok, ezek mennyire egyeznek azzal, hogy ugye később aztán hát nálunk is fegyveres harcokba torkollott a dolog? Igen, nagyon érdekes ez a folyamat. Ugye március 15-én kirobbant a forradalom. Azok a követelések, amik akkor elhangzottak, illetve nyomtatásban is megjelentek, ezek alapvetően nem voltak a Habsburg Birodalom ellen, aminek a Magyar Királyság is a része volt. Később azért a mai ember tudatában ez összemosódik. Tehát az, hogy maga a szabadság, a forradalom és a szabadságharc az egy, és hogy az egész az egy Habsburg ellenes, illetve egy Habsburg birodalom ellenes dolognak indult. Ez nem teljesen igaz, tehát nagyon sokáig, igazából 1848 őszéig nem beszélhetünk szabadságharcról, illetve ilyen hangok sem nagyon jelentek meg. Szeptember 11-én azonban elindult a horvát támadás Magyarország ellen, illetve hát a forradalmi kormány ellen. Ami érdekes, hogy ezt a történészek, illetve hát a köztudat szintén egy önvédelmi háborúként azonosítja. Azonban ezt másik szemszögből akár lehet polgárháborús helyzetnek is tekinteni, mivel Horvátország a Magyar Királyságnak a része volt, tehát a horvát bán horvát hadsereggel, horvát népfölkelőkkel támadta meg igazából a Dunántúlt, és ennek eredménye volt a Pákozdi csata, illetve az Ozorai csata, amik hát talán a legkisebb hadi eseményei voltak a szabadságharcnak, ami különlegessé teszi őket, hogy hát nagy erőt adtak a magyar hadseregeknek a további harcban. Pákoznál például 7 ember halt meg, Ozoránál meg nem is lehet róla tudni, hogy meghalt-e valaki, tehát inkább csellel nyerték meg ezeket. Ez olyan érdekes. Így van. A másik probléma az még itt azt jelentette, hogy ugyanolyan egyenruhájuk volt a katonáknak. Tehát ugyanazokat a császár és királyi hadsereg egyenruháit viselték mind a két oldalon, és így ugye a közelharc az szinte ki se alakulhatott, mert nem tudták volna megkülönböztetni. Nem tudták ki, kivel van. Így van, és akkor ezután az úgymond önvédelmi szakasz után következett, miután a horvát seregeket Bécs felé kiűzték, ezután lépett át igazából október 30-a után egy szabadságharcba. Ez megint egy nagyon érdekes, és akár hosszan lehetne tárgyalni erről az időszakról, mivel majdnem egy hónapig rostokolt a magyar hadsereg az osztrák-magyar határon, mert nagyon fontos volt a magyar kormánynak, illetve annak egy részének, hogy ne lázadók legyünk, tehát ne támadjuk meg Ausztriát, mert igazából hivatalosan nem történt agresszió Ausztria részéről Magyarország felé. Azonban a várakozás az mégis csak azt hozta ki, hogy végül mi támadtunk, és Svehátnál egy súlyos vereséget mértek a magyar hadsereg, és ezután fordult át az egész hadi esemény sorozat, illetve maga az ideológia is egy szabadságharcba. Egyébként felkészületlen volt, vagy akkor ezt elkapkodták, vagy ezt így ki lehet következtetni utólag? Igazából pont, hogy nem kapkodták el, tehát az volt a probléma, hogy haboztak, mivel amikor az osztrák határa értek október elején magyar hadak, akkor Bécsben éppen forradalom zajlott, és várták is a bécsiek, hogy a magyar hadsereg bevonuljon Bécsbe, egymás segítsék a továbbiakban, akár ott azonnal lehet, hogy a Habsburg birodalmat így úgymond felszámolhatták volna. Egyébként ez valós? Tehát ez megtörténhetett volna? Vagy ez utólag nem tudhatjuk, és tudományosan az ember ez nem mond olyat, hogy mi lett volna, ha, nem tudhatjuk, azért nagyon sok eseményen múlt a dolog. Annyi, hogy addig, amíg várakoztak a határon, addig a horvát népfelkelők azok hazamentek, ugyanúgy Jelasics, illetve Windisgrécz herceg kapták meg az osztrák, illetve hát a
császári és királyi hadseregnek az irányítását, és addigra jól kiképzett katonákkal álltak már szemben a magyar seregek, illetve ami nagy előnyük volt, hogy már a vasút ki volt építve ezen a szakaszon, és gyorsan tudtak mozogni az osztrák csapatok. Abban az időben akkor ez már nagyon meghatározó volt a gyorsaság. Egyébként egy kicsit a horvátokra visszakanyarodva, ők is ezt valahol egy kicsit a maguk részéről persze ilyen szabadságharcnak gondolták, vagy egyszerűen egy adott helyzetet próbáltak jól kihasználni, ami aztán ugye nem úgy végződött, ahogy... Részben igaz, hogy ő nekik is volt ideológiai hátterük, tehát a nacionalizmus, liberalizmus, nemzeti liberalizmus, ezek még nem kiforrott dolgok voltak a korszakban, de ezek a nemzetiségeket is áthatották, és ahogy láthatjuk a szabadságharcnak az eseményeit, igazából a horvátok, a szerbek és a románok is nagy erőkkel keltek föl és támadták a magyar lakta területeket, a délvidéken és Erdélyben nagyon csúnya mészárlásokat és vérengzéseket eredményezett ez a folyamat. Tehát nekik is volt egy ilyen nemzeti mozgalmuk, de ez más jellegű volt, mint a... Más jellegű. Azért kérdeztem, mert ugye, hogy ezt lehet-e tudni, vagy így felmérni, hogy a pesti eseményekből gyűrűzött, tehát ez országszerte, tehát vidékre ez az esemény, vagy már ott is eleve ilyen kis, úgymond forrongós volt a hangulat? Pestről gyűrűzött le mindenképpen, tehát ott volt a központja, tehát sehol máshol nem volt magterülete a forradalomnak. Maga a baloldali, illetve liberális eszméknek a hívei, azok mindenhol jelen voltak, kisebb-nagyobb csoportokban, tehát mindenhol megtalálta a forradalom aztán a bázisát. Tehát március 15-e után napok alatt az egész ország területén szétterjedt a forradalomnak a híre, így Veszprém megyébe is eljutott. Ami érdekes, hogy itt Veszprém megyében a kivárást választották, tehát nem tudták, hogy a megyének, vármegyének a vezetői, hogy mit lépjenek ebben az adott helyzetben, és lassú kivárás, közel kéthetes kivárás következett itt. Egyébként, amikor megérkezett március 19-én a forradalom híre Veszprémbe, akkor nagy ünnepség, éjszakában nyúló ünnepség követte, tehát a városokban pozitívan fogadták mindenképpen. És ugye a többi vármegyében ezek az események, ezek hogyan csapódtak le, illetve volt-e olyan terület, voltak-e olyan részek az országban, az akkori Magyarországon, ahol ez gyakorlatilag teljesen eseménytelenül zajlott? Eseménytelenül sehol sem zajlott, mivel maga a forradalom olyan vívmányokat hozott, ami polgári átalakulás felé vezetett, és ezek állami szintűek voltak, tehát mindenképpen talán a legkisebb községig is legyűrűztek. Az igazi hatása egyébként a falvakra nem is a március 15-i forradalomnak, hanem aztán az áprilisi törvényeknek volt, tehát amikor már valós törvények formájában jelentek meg a jobbágy felszabadítás, az úrbéri terheknek az eltörlése, közteherviselés. Ami érdekes, hogy azért így a köztudattal ellentétben nem fogadták mindenhol azért teljesen pozitívan ezeket a dolgokat. Tehát például Veszprém megyében is több tisztán nemesi falu volt, mint például Szent Király Szabadja, Szent Gál, Mencshely, de még sorolhatnánk. És ezek nemesi közösségek voltak, akik egyébként szintén földművelésből éltek, mint a jobbágyok, viszont jogi kiváltságaik voltak, akár a középkorra visszamenőleg. És hát őket elég negatívan érintette az, hogy most a szomszéd falunak a jobbágyaival egy szintre kerültek, úgymond. Tehát ők azért próbáltak ezeknek a törvényeknek így ellenállni. És egyébként amitől nagyon féltek például itt Veszprém megyében, Veszprémvár megyében, az a parasztmozgalmaknak, illetve felkeléseknek a kirobbanása. Ezért az elsők között a vármegyei közgyűlés a nemzetőrség felállítását szorgalmazta, hogy mindenképpen elejét vegyék ezeknek a parasztmozgalmaknak. Egyébként ez mennyire valós, hogy valóban voltak komoly ilyen szervezkedések? Hogy ezt mennyire lehet tudni? Voltak szervezkedések mindenhol. Az, hogy egy merőben új
forradalmi újítás, ami jogi szinten átalakította a társadalmat, ez azért nagy hatással volt. Tehát az, hogy a jobbágyok, akik addig földesurak alá tartoztak, akár világi, akár egyházi földesurak alá, ők most szabad tulajdonosai lettek azoknak a földeknek, amiket előtte, aminek előtte csak használói voltak. Tehát akár teljesen joggal történhetett volna az, hogy a földesurakra támadnak ezek után, vagy bármilyen komolyabb atrocitás éri. Szerencsére nagyobb ilyen esemény nem volt. Nem történt. Hogyan fordult át ez a forradalom szabadságharcba? Tehát hol volt az a pont, amikor ez átfordult, átbillent? Amit korábban említettem, igazából a horvát támadás volt az, ami átbillentette az eseményeket. Az, hogy egy katonai polgárháborús helyzet alakult ki, tehát hogy egy részben idegen, de azért nem idegen, mert a magyar királyságnak egy hadseregének egy része vonult a forradalmi kormánnyal szemben, illetve hát ennek a megdöntésére, és ezek után alakult hát szépen ebből az önvédelmi háborúból, polgárháborús helyzetből, a sveháti csata után, ahogy az osztrák, illetve a császári és királyi seregek, amiknek egyébként szintén voltak magyar tagjai, tehát valóban volt azért egy polgárháborús íze is a dolognak, nem olyan szinten, mint akár korábban a Rákóczi szabadságharcban, de mindenképpen, tehát nem beszélhetünk tökéletesen arról, hogy csak Magyarország és csak az osztrák fél harcolt volna, tehát ahogy az aradi vértanúkat, a tábornokokat ismerjük, közöttük is azért jócskán voltak osztrák, illetve német származások, tehát azért több nemzetiségű volt mind a két fél a harcokban. És ennek úgy, tehát a vidéki területeket nézve ennek milyen következményei voltak? Mert nyilván azért Pesten mindig egy kicsit másabb a helyzet. Így van, igazából a szabadságharcnak a hatása az volt, ami súlyosabban érintette a vidéket. Egyrészt a nemzetőrség felállításával mindenhol megszervezték a helyi nemzetőrséget, ami szintén ilyen félkatonai szerveződést jelentett a helyi lakosság részéről, viszont őket a horvát támadás idején mozgósították, és részben a Dráva vonal védelmére irányították őket, egyébként a Veszprém megyéjéket pont előtte hozták haza gyakorlatozásról. Aztán amikor a horvát seregek itt a Dunántúlon akár Veszprém megye felé is közeledtek, akkor Veszprém védelmére, illetve a Bakony védelmére rendezkedtek be. Ezt követően, amikor a horvát fenyegetés elmúlt, akkor pedig elkezdte az Országos Honvédelmi Bizottmány Kossuth vezetésével felállítani a honvéd hadsereget. Erre részben anyagi támogatásra számítottak a falvak lakóitól, amit azért nagy többségben támogattak a falvakban, de ugye ez anyagi terhet jelentett. Másrészt pedig a fiatalokat elvitték katonának, ami szintén problémát jelentett. Az, hogy a paraszti lakosság mennyire támogatta vagy nem támogatta a szabadságharc ügyét, azt egy kicsit jól tükrözi, hogy Veszprém megyében csak kétharmada jött össze az újoncoknak a 48 őszi toborzások során. Aztán Veszprém megyére egyébként elég talán sötét időszak várt 48 decemberétől, mivel végig egészen a tavaszi hadjáratig a császári és királyi seregek állomásoztak itt, tehát a Kossuth vezette országrésztől teljesen el voltak zárva, és amikor a tavaszi hadjárat során visszatértek a magyar honvédek, akkor szintén nem fogadták őket kitörő örömmel, mivel újabb terheket jelentett az ő ellátásuk, illetve az ott állomásozásuk. De gondolom, ez nem csak anyagi terhek, hanem így van, tehát ez nagyon sok jószág és egyebek. Így van. A forradalom és a szabadságharc szimbóluma az idők folyamán vált így jelképpé, ugye a történész szemével ezt hogyan tekinthet erre az ország? A
forradalomnak és a szabadságharcnak a megítélése az így nagyon nagy átmeneten ment keresztül, változáson az elmúlt 167 év során, ami azóta eltelt. Maga az alap feltevés, tehát ami kialakult a forradalomról, az, hogy a magyarság úgy egy emberként egységesen lépett fel, ez azért nem teljesen igaz. Amit mindenképpen pozitív eseménysorozatként tudhatunk be, az a polgárosodásnak, polgári demokratikus átalakulásnak egy lépése volt, ami egyébként a reformkorban már alapban is egy békés folyamatként folyamatosan zajlott. Ami mindenképpen kiemelendő az, hogy nagyon sokan voltak azért azok, akik magyar emberként sem feltétlenül támogatták a forradalmat. Ahogy már korábban említettem, például a nemességnek egy jelentős részét vagy nagyon nehezen győzte meg a forradalmi kormány, illetve csoportok a folyamatoknak a helyességéről. Így nagyon sokan voltak azok, akik nem is álltak az ügy mellé. Ezen kívül a katolikus egyháznak és a híveinek is ellenérzése volt, mivel alapvetően volt egy katolikus ellenes éle a forradalomnak. A protestánsok egyébként annál inkább támogatták az ügyet. Lelkészek azok itt a térségben, a Balaton térségében is szinte mindenhol kiemelkedő szerepet vállaltak az eseményekben. Ezen kívül a jobbágyságnak is volt olyan része, ami nem támogatta az ügyet, például a szőrös gazdák voltak azok, akiknek nem származott feltétlenül előnye az új vívmányokból. Azt lehet tudni egyébként, hogy Veszprém megyére levetítve, vagy hát akkori Vármegyére levetítve mondjuk a helyi kisebbségek, az akkori kisebbségek, azok mennyire akartak vagy vettek részt, mert azért az ország több pontján voltak ilyen nemzetiségi villangások, úgymond. Ez nálunk is megtörtént, vagy ez hogy itt lehet erről tudni? A nemzetiségek voltak magának a forradalomnak és a forradalmi folyamatoknak, átalakulásnak, illetve a szabadságharcnak a nagy részben vesztesei, részben kielégítetlen elemei, pedig Magyarország, illetve hát a Magyar Királyság akkor egy rendkívül sok nemzetiségű államalakulat volt, és mégis a 12 pontban nem találunk semmilyen olyan pontot, ami akár nekik kedvezett volna, és részben ennek is betudható, hogy a bécsi udvar, illetve kormányzat így nagyon könnyen fel tudta őket bújtani a magyar kormány ellen, és Veszprém megyében viszont jelentős ellenállás nem volt, mivel Veszprém megyében főleg csak német nemzetiségiek voltak, akik vagy semlegesen álltak az ügyhöz, vagy pedig egyébként a magyar kormány ügyét és a magyar szabadság ügyét támogatták. A probléma az inkább a déli területeken, szerb, illetve román, illetve a horvátok részéről volt. Érdekes, hogy ekkor még a szlovákok is támogatták a magyar ügyet. Akkor délvidéken azért azt lehet mondani, hogy ott azért a szomszédos államok azért elég erőteljesen befolyásolták az ottani kisebbségeket? Tehát pont, nem teljesen, mert akkor még a déli szomszédaink, a déli szomszédunk igazából egy állam képében az Oszmán Birodalom volt, tehát még ekkora nem indult meg teljesen a délszláv, illetve balkáni államoknak a függetlenedése. Tehát, de törekvések azért voltak? Törekvések már voltak természetesen, folyamatosan igazából a napóleoni háborúkban is voltak komoly törekvések, de államként még a déli szomszédunk az Oszmán Birodalom. Tehát egy egységes birodalom. Az akkori politikusok egyébként ezt mennyire akarták, illetve mennyire tudták kihasználni így a saját haszonszerzésükre az akkori eseményeket, tehát az akkor éppen zajló történéseket? Ha jobban belegondolunk, akkor azért láthatjuk, hogy micsoda, hát ma ikonszerűnek számító alakok
politikai személyiségek jelentek meg a forradalmi események sorában. Kossuth Lajos, aki tényleg a magyar ügyeknek, illetve Magyarországnak egy ikon személyisége volt, ő volt az, aki legjobban meg tudta lovagolni ezeket az eseményeket. Tehát ahhoz képest, hogy például 1848. februárjának a végén, tehát két héttel a forradalom kitörése előtt, még teljesen kiegyenlített volt az országgyűlésben az ellenzékieknek, tehát a liberálisoknak, illetve a konzervatívoknak az aránya. Ehhez képest a párizsi forradalomnak a híre az annyira befolyásoló tényező volt, hogy Kossuth ezt meglovagolva igazából hatalmas népszerűségre és hát politikai sikerekre is tett szert. De ez részben a személyes tehetségnek is volt köszönhető. Ugyanígy, tehát ő egy kiváló politikus volt? Így van, kiváló politikus volt. Azért a szabadságharc végi események árnyaltabbá teszik az ő személyiségét, tehát az, hogy a politikai vezetőknek a többség az elmenekült az Oszmán Birodalomba, és nem vállalta akár a börtönt, kivégzést és egyebeket, amiket egyébként akár a Nemzeti Dalban ugye Petőfi annyira éltet a mártír halálta a szabadságért és a forradalom ügyéért, és hát ami a leginkább negatív talán az, hogy minden felelősséget áthárított Görgei Artúrra, a magyar hadseregnek a fővezérére, és ő egész életében mint áruló volt megbélyegezve, és nagyon hosszú életet élt egyébként, mert 1916-ban halt meg Görgei Artúr, és Kossuthnak a megbélyegzése következtében egy nagyon negatív szereplője lett a korszaknak. Az akkori társadalom egyébként ezzel mennyivel volt tisztában? Tolerálták ezt, vagy haragudtak ezért mondjuk Kossuthra többek között? Vagy Kossuthra semmiképpen, mivel ő szimbolizálta a szabadságharcnak és a forradalomnak az ügyét. Tehát ő egy emblematikus figura volt egész életében haláláig. Bejárta egész Európát, illetve az Egyesült Államokat is, és mindenhol ő egy nagyon elismert személyiség volt, és a magyar ügyet szolgálta a későbbiekben is. Egyébként ez mennyire volt tisztán népakarati törekvés, illetve kezdeményezés maga ez az egész lezajló forradalom? Erre nagyon egyszerűen lehet válaszolni, hogy semennyire, csak maga ez az össznépi akarat, illetve össznemzeti akarat, ez egy nem létező fogalom, amit jobb és bal oldalon is szintén egy demagóg eszközként lehet használni. Egyébként itt az előbb elmondottakból azért nagyon szépen kitűnik az, hogy egy kis csoport volt az, aki Pesten egy kávéházba összejárva fogalmazta meg a világ megváltó terveit, hogy egyébként ezt valószínűleg nagyon sok baráti társaság ma is megteszi a szórakozó helyeken, de ők továbbmentek ebből, és a 12 pont az már a forradalom kirobbanása előtt megvolt, és ennek a kiáltványnak a fejlécén is már az volt, hogy a magyar nemzet nevében cselekednek. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy egy kis csoport, ami persze egy hosszan felgyűlt akaratot testesített meg, de hogy tényleg az össznemzet érdekét próbálta képviselni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok. Tartsanak velünk hétfőn és szerdán 18 órától az ismétléssel, szombaton 16 órától pedig a külön kiadással. Viszontlátásra!